ön tudta azt, hogy hova jön? Már most ide? Akkor. Ja, azt hittem ide. Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Zaher Gábor, toxikológus, az ország egyik legismertebb orvosa. Jelenleg a 60-i kórház sürgősségi osztályon dolgozik. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, aktuális vendégemnek mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt, ezen 20 kifejezés szerepel. A 20 kifejezés mindegyike aktuális vendégemnek életének egy korábbi aspektusára, idézetére, fontos szereplőire utal. Én reményeim szerint nagyon rejtjelesen megfogalmazva, tehát ők se tudják azt, hogy pontosan mik közül választhatnak. Akik nem látnak, csak hallanak bennünket, az ő kedvükért felolvasom, hogy Zaher Gábor mely 20 kifejezés közül választhat ma. Agyő, ki érti ezt idejekorán, teljes körűen, mi van mögötte? Legtöbben nem. Gépszíj közelről, na így nem. Csalogat burokban? Nem biztos. Megkerülve. Fentről. Intő példa. Gyöngyösárban. Kísértés. Rosszkor rossz helyen. Három a magyar igazság. És ezek közül ön fogja kiválasztani, hogy miről beszéljünk. Van-e valami, ami önnek szimpatikus, hogy elsőre megnéznénk, hogy mit rejthet mindez az ön vonatkozásával? Szép jó napot mindenkinek. Nagyon jó, azt kell, hogy mondjam, hogy tök jókat összeszedett, egy-kettő úgy beugrott, hogy valaha ilyeneket mondtam. Nem biztos, hogy ez az, mert vannak benne cselek. Nem feltétlenül. De például ez a gépszíjas történet, ez szerintem ez egy jó. Gépszíj? Akkor jó, kezdjük azzal. Jó dolog. Ön a munka alkoholizmusán nem abszolút tud, vagy nem akar változtatni? Nem akarok. Meg hát a függőség az egy baromi fontos dolog az ember életében, szóval azért nagyon-nagyon tisztában kell lenni azzal, hogy az ember ezt itt meg tudja saját fejébe elrendezni. Na most nekem azért az a pehjem, hogy én baromira szeretem a munkámat. Szóval amikor mondjuk elmegyünk szabadságra, akkor ezért megyünk, ha elutazunk, akkor mindig messzire utazunk el. Mert ha bár most már tök jó, mert ugye most már nem vagyok főnök, de amíg főnök voltam, addig mindig külföld, lehetőleg jó messze, és akkor onnan tudom, hogy úgyse tudok belenyúlni az adott osztály, amit éppen vezettem annak az életében. Ha Balaton lett volna belenyúl? Akkor bele. És volt is erre példa, hogy autóba ültem, följöttem, ha valamilyen történet volt. De most... Nem feltétlenül kellett volna, gondolom. Persze, de az ember azt gondolom, hogy ebből a szempontból... Én, de hát ez a gépszíj, ez a függőség, hogy az embert ez elkapja, és akkor szeret mindenről tudni, szeret ott lenni, szeret ismerni ugye a napi dolgokat, problémákat. De ha elment mondjuk a családjával a tengerpartra. Akkor nem. De akkor ki tudta kapcsolni a telefonját? Abszolút. Hát pontosan tudtam, hogy most, mit tudom én, mondjuk Törökországból, Egyiptomból, tengeren túl én nem tudok, meg nem is kell onnan alapvetően beleszólni, csak az ember saját magát idegesíteni ezzel a dologgal. Úgyhogy amikor így elutazunk, és például most is nem olyan rég voltunk szabadságon, én a repülőtéren a telefonomat megnyomtam, kikapcsolom, és gyakorlatilag amikor hazaértünk, otthon a lakásba kapcsoltam be. Jó, most már nem vagyok főnök, hála az égnek, de hihetetlen jó volt, nem az volt, hogy akkor most jött egy e-mail, erre válaszolni kéne, SMS, csöngött a telefon, fölvegyem, nem vegyem föl, nem. Szóval most már így azért 62 évesen egy csomó mindent így el tudok engedni, de amíg fiatalabb voltam, és ugye vezető voltam, és ez nagyon-nagyon fontos, én most nem vagyok vezető sehol. Jobb? Sokkal. De ezt alapvetően szerintem csak az érzi, aki betöltötte, aki volt vezető. Én 23 évig vezettem osztályt, a Péterfit, utána a Honvéd Kórházat, és összességében azért az felelősség. Most meg? Hát tök jó. Ugye hétfőnként mentőzöm, ugye ott ülök a rohamkocsin, reggel bemegyek 6:00, ott vagyunk fiúkkal, kivonulunk, csináljuk a dolgunkat, amit kell, másnap reggel lezuhanyozok, lelépek, intézem a dolgot, ami kell, ide-oda-amoda, csütörtökön reggel fölkelek, kimegyek 60-ba, reggel az osztályt átadják, ledolgozom a 24 vagy akár több órát is, utána fogom a futócipőmet, kimegyek az agyvapartra, lefutom azt a 8-10 kilométert, visszamegyek, lezuhanyozok, beülök az autó, és ennyi. Szerintem sokkal feszültebb voltam, és azt mondják is a kollégáim, akár itt, akár ott, hogy így sokkal
Úgyhogy hülyén néz, jobban nézel ki, hát most nem úgy, hogy jobban nézel ki, de abszolút nem, nem ezek, azok a dolgok nem stresszelnek, hogy miért nincs elég ember, miért kell megint az ügyeletnek úgy neki menni, hogy mit tudom én, csak négyen vagyunk, és van rá, mit tudom én, majd 120 beteg című történet, és ezek most nincsenek. Ugyanakkor azt mondta, hogy nem akar rajta változtatni, nem voltak ennek a munkaalkoholizmusnak áldozatai? Mondjuk a magánélete, emberi viszonyok. Mert azért egy munkaalkoholista ember az nagyon maximalistán rá tud állni valamit. Én úgy érzem, hogy amire kellett, arra mindig is a családom felé ki tudtam hasítani azt az időt. Persze, igen, hétvégén is bejártam a kórházba, és így tovább, de nem érzem azt, és ahogy én itt például a fiammal is erről beszéltünk, nem éreztem, hogy ott valami olyan dolog úgy elmaradt volna az életéből, hogy akkor most ez a ülefiam, most nem érek rá papának dolgozni kell című történet. Menet közben se hallott szemrehányást fiától, feleségétől? Én azt gondolom, hogy ők ebben bele szoktak, hogy ez nekem ez így zajlik ez az életemben, és ezt tulajdonképpen így fogadták el. És most is ugye a feleségem Mónika, ő is pontosan tudja azt, hogy az olyan elképzelhetetlen. 62 éves vagyok, idézőben 3 évvel el tudnék menni nyugdíjba, és akkor azt mondja, hogy nem tud engem elképzelni nyugdíjasként. Nem tudom. Halvány, biztos, hogy mert ez tök jó, amikor, mit tudom, mi most is elmentünk egy hét szabadságra, és akkor 5 könyv egy hét alatt. No, ami azért úgy normál időben erre abszolút mértékig nincsen az embernek esélye és lehetősége. De nem tudnám azt elképzelni, ugye unoka még nincsen, lehet, hogy valamikor a közeljövőben lesz, az biztos, hogy egyfajta programot jelent. Látja magát sakkozni a gyerekkel a téren? Nem. Hát én sem. Abszolút nem. Nem, én azt gondolom, hogy amíg bírom, de szoktam mondani ment a fiúknak a mentőnél, hogy gyerekek, mondom, amíg ki tudok szállni a mentőautóból, akár úgy is, hogy kisegítetek, addig fogom én ezt a történetet csinálni. Persze kérdés az, hogy 65 év után engedik. Ugyanis, de azt gondolom, hogy nem vagyunk olyan nagyon-nagyon sokan ilyen elhivatott marhák, ugye, aki ezt a sürgősségi ellátást itt csinálják, hogyha az ember még tényleg fizikálisan bírja, és mondjuk szereti is, amit csinál, nem annyira van még elhűlve, hogy gyakorlatilag a hibázásnak a lehetősége benne legyen, akkor én ezt szeretném még csinálni. Nem tudom, ameddig lehetőség van rá. Van olyan ember ön körül, akibe bízik annyira, hogy szólna, ha már nem lenne olyan gyors a reakció ideje, nem lenne meg az a karizma? Igen, vannak ilyenek a mentőknél is, meg 60-ban is vannak ilyen kollégáim, barátaim. Hogy szólt nekik, hogy szóljatok? Igen, hogy ha látják, hogy már nem olyan. És most nem az, hogy valami nem jut az embernek úgy hirtelen eszébe, de amikor úgy látják, hogy csak ott áll az ember, és úgy leblokkol, és akkor úgy, akkor azt gondolom, hogy kell tudni abba hagyni. Volt már önnen olyan, hogy leblokkolt? Nem. Látott már olyat kollégától? Láttam. Azt mi idézi olyat elő? Alapvetően az a fajta pszichés sok helyzet, ami mondjuk, ez általában a fiataloknál gyakrabban előfordul, amikor belefutnak egy olyan történetbe, amivel még nem találkozott, és így tovább, és akkor ott áll, és jaj, akkor mit kezdjek? És azt gondolom, hogy pontosan az oktatásnak itt van egy óriási nagy szerepe, hogy amíg valaki kvázi fiatal, amíg akár nem jut el odáig, hogy szakorvos legyen, addig legyen, aki ez így hátra tud fordulni. Aki ott áll tulajdonképpen mögötte, aki azt mondja, hogy figyelj, semmi gond, csináljuk ezt, csináljuk azt, itt vagyok. Ami egyfajta biztonságot ad neki. Szerezze meg a rutin. Hát senki nem úgy születik, hogy gyakorlatilag egy ilyen szituációt meg tud oldani. Nekem anno voltak ilyen kollégáim, akik így ott álltak mögöttem, akikhez így hátra lehetett fordulni. Korábban se volt, hogy lebénult, amikor még nem találkozott ilyen erős igénybevétellel? Alapvetően én nem nagyon emlékszem ilyenekre. Engem ez mindig a kihívás az mindig inkább felspannolt. És mindig inkább arról szólt a történet, hogy ezt a feladatot meg kell oldani. Magánéletben is? A magánéletben is. Azt gondolom, hogy ott is túl kell. Van egy probléma, akár mit tudom én, csőrepedés, most mondok egy ilyen dolgot, akkor azt is meg kell oldani, túl kell lépni rajta, és ugye én is a munkámban is alapvetően úgy vagyok, én nagyon-nagyon tisztelem azokat a kollégáimat, akik órákon keresztül ugye egy betegről puzzleként összeraknak egy képet, és akkor így, úgy, amúgy, emígy, az nem az én világom. Az én világom az, hogy ott van, csináljuk, oldjuk meg, következő. Hogy nem van, türelmetlen hogy... ember? Én azt gondolom, hogy most már nem, régebben talán lehet, hogy voltam is időnként türelmetlen, de most abszolút nem.
Hát nem főnök, ugye? Persze, és egy nagyon-nagyon jó nem főnöknek lenni. No, nézzünk egy másik kifejezést. Nézzünk egy másik kifejezést. Mi van mögötte? Mi van mögötte? Fölülről az 1, 2, 3, 4, 5. Laza, vagy csak lazának látszik? Én szerintem kellően lazán tudom kezelni az életet, és nem tudom mindig olyan nagyon-nagyon komolyan venni, és igyekszem mindent egy picit a jó oldaláról. Azt meg kellett tanulni? Nem tudom, nem. Én semmi olyasmi dolgot, például ezt se tanultam, ezt ugye, hogy ezt a kommunikációs történetet, hogy azért kezdődött ugye egy klasszikus 2,5 perces híradóanyaggal, még a Péterfibe, és ment, és nem bonyolult velem talán így ilyen dolgokról beszélgetni, de igazándiból én azt gondolom, hogy én kellően lazán tudom ezeket az egész dolgokat, az egész életemet kellően lazán tudom kezelni. Persze ettől még bizonyos dolgokat elgondolkodom, és itt nagyon érdekes volt például a járvány. Hogy most volt ez, és ezt már többször is elmondtam, hogy életemben először belegondoltam abba, hogy a én is belehallhatok. És eddig ez nem jött elő, soha. Megijesztette? Sem. Nem. Ez akkor volt, amikor az egyik kollégámat eltemettük. És az olyan nagyon más. Persze, halnak meg emberek az ember kezében. Ugye a munkám alapján ugye a sürgősségi ellátás az nem feltétlenül mindig ugye azért a napfényről, a mosolyról, stb. Szól. De itt ez az egész járvány helyzet, ez ebből a szempontból azért nagyon pofán vágott. Ha belegondol, ugye én azért az elmúlt 2 évet ugye már mint a hardcore járvány időszakról szólt, azt azért mondjuk Covid osztályon töltöttem. Egyszer se volt Covidos? Nem. 4 oltást megkaptam, és azért nem mindig arról szólt, hogy tetőtől talpig beöltözve, maszkba, dupla kesztyű kutya fülébe, mert ha netán végre kijött az ember az osztályról, és akkor el tudott menni pisilni, vagy egész egyszerűen kakálni, ugye, mert azért nem ittunk, mert pisilni kell, azért nem ettünk, mert akkor kakálni kell, és azért az a ruha az nem olyan, mint azt mondom, hogy mondom, Endre, álljunk már meg egy pillanat, hogy ki kell mennem a vécés, visszafolytatjuk az ott, nem, ez sokkal bonyolultabb, kivetkőz, levetkőzni, hogy a ruhát el kell dobni, ez nem olyan, hogy akkor még egyszer belebújok, azért egy ilyen ruha olyan 8-10 ezer forint, szóval ez azért nem erről szól, és fölvetted, akkor mondjuk egy 4-5-6 órát benne voltál, amíg tényleg nem volt egy kis szünet, és nem egyszer volt olyan, hogy azért végül meg kijött, egy kicsit leült, lihegett, evett valamit, ivott valamit, noktacú rágyújtott, és akkor utána bentről szóltak, hogy gyorsan, mert baj van. És akkor az nem arról szólt, hogy oké, most elkezdek öltözni. Akkor az ember fogott, főhúzott egy kesztyűt, a maszkot magára csattintott, azt ment. És lekopogom. Nem, én nem lettem covidos. Ez mivel magyarázza? Szerencsével? Nem tudom, biztos. Biztos, hogy az is van benne. Már nagyon érdekes, ugye, mert Japánban összegyűjtöttek néhány száz olyan embert, akik ugye hát ugyanígy családban, itt ott, hogy ki voltak téve, és próbálják őket genetikailag nézni, hogy esetleg miben különböznek. Biztos vannak olyanok, akik ugye ellenállóak esetenként egy ilyen vírusnak, mint hogy az ellenálló képességünk is döntő módon különböző. Volt olyan kollégám, aki 3-szor volt például covidos. Pedig ugyanúgy az oltásokat megkapta, igyekezett odafigyelni, stb. De hát ez pont olyan, mint ugye vannak ezek az ilyen járványról szóló filmek, és akkor mindig van a kislány, aki ugye nem lesz beteg, és akkor majd belőle állítják elő tulajdonképpen az oltóanyagot, ami a földet meg fogja menteni. Arra nem jutott, akár csak 1-2 perce rég is, hogy kell ez az egész a túrónak? Tehát meg nem. Vagyok, 60-valány éves vagyok, élvezem az életet. Nem, itt ez meló volt, itt nem volt pofázás, itt csinálni kellett. Itt nagyon-nagyon keményen oda kellett állni, és bizony az ellátórendszer az azért nagyon a teljesítés képességének a határán volt, és ha ez még mondjuk tovább folytatódik egy hónap, 6 héttel, akkor lehet, hogy bedől. Igen, látott volna rá esélyt? Igen, hát nagyon, rettetesen ki voltunk fáradva. Gondoljon bele, itt ilyen 400-440 órákat dolgoztunk havonta. És azért egyszerűen azt fizikálisan már az ember nem bírja ezt az egész dolgot, nem tudja annyira koncentrálni, és hát azért Magyarország így a járvány kapcsán, ha megnézzük mondjuk az 1 millió lakosra vonatkozhatott haláleseteknek a számát, akkor egy negyedikek vagyunk a világon. Jó, mondjuk ezt az információt, ezt az ember ne keresse a KSH meg az Origón, szóval ez nem arról szól, erre ugye azért senki nem büszke erre a dologra. Jó, persze ennek megvannak az okai, biztos van benne járványkezelési hiba is, de biztos van benne az is, hogy a magyar lakosság általános egészségi állapota azért az nagyon-nagyon rossz. A bedőlés alatt mit ért?
Az, hogy egész egyszerűen nem tudtunk volna ilyen mennyiségű beteget ellátni, és mondjuk hasonló, mint ami esetleg Amerikában, Észak-Olaszországban volt, ilyen komolyabb tragédiák történtek volna. Mondom, a határán voltunk ennek a dolognak, nem nagyon tudok olyan esetről, hogy mondjuk tényleg arról kellett volna dönteni, hogy van egy lélegeztetőgép és három beteg, és akkor egy-perc kimehet című történet. Gép volt rengeteg. Azt ember kaptunk. Is hozzá? Az nem. Na most a vas önmagába véve az oké, szóval ez nem egy robot, egy intelligens, amelyik ugye magától, ez kell, aki valójában működteti. És ugye ez nem egy olyan történet, amit mondjuk 10 perc alatt meg lehet tanulni. Figyelj, ez egy lélegeztetőgép, itt bekapcsolod, ezt jobbra tekered, ezt balra tekered, rácsolod, szóval Darth Vadernél működik, ugye ez a történet, de mondjuk egy beteg embernél, ahol mondjuk éppen attól függ, hogy milyen a gázcserje, szóval egy millió paramétert kell odafigyelni. Ez egy tudomány, ezt meg kell tanulni. Egész egyszerűen. Ne. És ugye azt hiába vezényelnek le még oda 34 orvost, tehát nekem is volt olyan kollégám, tök jó fej, aki bitön baleseti sebész. Azt mondja, figyelj, azt mondja, én 25 éve a lemezek, a csavarok és a szögek világában élek, mesteremberként, de én nem tudom, hogy ezzel mit lehet, hogy mit kell ezzel a beteggel tulajdonképpen csinálni. Ugye az volt az eredeti kérdés, hogy laza vagy csak lazának látszik, aztán annyira megyünk bele, amennyit enged, de mondjuk egy válás, egy ilyen típusú embert. Beszélt róla korábban, ezért merem szóba hozni. Mennyire visel meg? Ön az a típus, aki megrázza magát, azt mondja, hoztam egy döntést, megyek tovább, ez, vagy az egy cipeli? Ez nagyon érdekes, valamilyen szinten biztosan bennem volt, de ugye ezt a válást, azt ott én léptem ebbe a dologba. Annak könnyebb? Biztos. Biztos. Mert én volt mibe belelépjek egy másik kapcsolatba. Ugye ettől a pillanattól kezdve. De például mondjuk, amikor édesanyám meghalt, ugye ott halt bent nálam meg az osztályon, akkor ez nagyon érdekes, hogy a film is pontosan ugyanilyen, hogy azóta szerintem egyszer-egyszer, hogyha előjött a nagymama valamilyen beszélgetés kapcsán. Hárítás miatt? Nem tudom, elrakjuk egy polcra, és ez ott van. Ön se próbál erről beszélgetni vele? Mégiscsak az édesanyja volt. Ő pont olyan, a fiam az pont olyan, mint én ebből a szempontból, hogy az úgy volt, ugye szegényként meghalt, és akkor most ott van, és akkor innentől kezdve az élet megy tovább, szóval nem az, hogy akkor flagellánsként ostorozzuk magunkat, hogy jaj, de jó lett volna még így, úgy, amúgy, ezt sajnos el kell fogadni. A válás során ugyanígy van, hozott egy döntést, túlléptünk, megszenvedtem, meggyászoltam, kész. Igen, abszolút. Azt mondta, hogy érzelmileg döntött egy korábbi interjúban, nem racionálisan. Így van. Ha racionálisan döntöttem volna, akkor nem válok el. Alapvetően, hát akkor az ember belegondol, hogy itt van, mit tudom én, nem tudom, hány éves voltam, akkor 54-55 éves voltam, és akkor most ott egy tök normális családdal, egzisztenciával, mindennel, és akkor ebből az egész történetből kilépni, szóval ez nem egy racionális dolog, ha így az ember bele, de azt mondtam, hogy én ezt érzelmileg meglépem, mert szerelmes lettem, pont. Nem számított rá. Nem, hát persze, hát most itt az ember 55 éves korban már azért hova pattogjon, meg tényleg, hát ettől még, hogy az ember megnéz egy csinos nőt meg itt, meg úgy, de amikor a Mondit megláttam, akkor... Amikor meglátta, akkor ezt érezte? Akkor így leesett az állam, abszolút. Te mit tudod, vagy mit tud ez? Nem, ezt már többször elmondtam, ezt a történetet, egy konferencián voltam, előadást tartottam. Én általában úgy szoktam menni konferenciákra és előadást tartani, hogy mit tudom én, 10-20-kor kezdődik az előadás, 10-18-ra odaérek. És akkor a szervező az, így rágja, hogy odaér. Oda megyek, pendrive, bedugom, elmondom, van néhány kérdés, utána talán még két mondat, és utána jövök, ülök be az autóba, azt dzsava haza. Én nem szerettem ott aludni ilyeneken, meg az ilyen szociális rendezvényeket sem nagyon szívelem ebbe a történetbe. És itt is úgy volt, hogy Debrecen, be volt a rendezvény, már jövök ki, szerintem csöngött a telefonon, beszéltem, és csak megveregeti valaki a hátam, a vállamat. És akkor megfordulok, és akkor ott állt előttem ez a gyönyörű szőkenő, mosolyogva, csinosan, szépen kisvinkelve, és akkor Zahergával lefagyott, most lebénul. És Zahergával lefagyott, és akkor innen indult tulajdonképpen ez az egész történet. Annyit áruljon még el, hogy jól menedzselte?
családon belül? Tehát a fiával, feleségével, mert ezek nagyon nehezek. Bocsánat, egy ilyet nem lehet jól menedzselni. Akkor nem rosszul, inkább így. Egyet nem lehet nem rosszul menedzselni. Uh-huh. Egyet csak egyféleképpen lehet menedzselni, az ember megmondja. És itt nem lehet, hogy ez a, tudod, ez a klasszikus mondat, hogy jobbat érdemelsz nálam, meg ilyen fasságokat mondani. Szóval ez így nem működik. Ez mindenképpen a másik számára az egy komoly sérülés. Volt ennél nehezebb mondata vagy vallomása életében, amikor ezeket közölni kellett? Hát ezt nem kívánom senkinek, mondjuk. Volt a gumiallergiám. Amikor tényleg ott voltam, hogy baleseti sebészként dolgoztam, és jött a gumiallergia, és váltanom kellett szakterületet. És húztam, ameddig lehetett, már kint dolgoztam a szakrendelőbe, már műtőbe nem is jártam, de most milyen dolog az, egy baleseti sebész nem egy műtőbe. Jó, ha 75 éves, akkor az megint egy más tészta, mert ott el van, elkötözgetve, aratot szed, stb., de ez volt, tudom, olyan 34 évesen szakvizsgával, imádtam, amit csinálok, és így tovább, és akkor ez hirtelen. Nem hirtelen, hát ameddig tudtam, halasztottam, meg próbáltam magam hitegetni ezzel az egész történettel. Na, ott az nagyon szar volt, amikor magamnak is elsősorban be kellett ismernem azt, hogy akkor mondjuk szakterületváltás. És akkor ott 6-7 vagy 8-7 az olyan volt, lehet, hogy depressziós voltam, valószínűleg depressziós voltam, de azt nem kívánom senkinek. Kvázi akkor csak így vegetált? Tehát lehúzta a redőnyöket, feküdt, és nem érdekelt? De azért ennyire nem, hogy így kvázi, és mit tudom, viszkit ittam, és kezembe volt a penge, hogy mindjárt fölvágom az ereimet, de azért forgott a fejem, hogy hova tudnék váltani, mint tudnék váltani, merre tudnék tovább menni, és rettenetesen sajnáltam magam ebbe az egész dologba, hogy ez jó kicseszett velem ez az egész történet. Na, nézzünk egy következő témát. Ideje korán ez az ön középiskolai időszakára vonatkozik, ugye tanár úrnak hívták az osztálytársai. Igen. És már akkor ilyen 15-16 évesen, nem azt mondom, hogy orvosként járt el, de gyógyítgatta, vagy ellátta az osztálytársait. Csak azt akarom kérdezni, hogy nem ment időnként az agyukra? Biztos, hogy igen. Miért is ne állt? Ez azt gondolom, igen, de engem már akkor is az érdekelt ez a... De kicsit így játszotta az eszét, tehát úgy játszotta az orvost? Szerintem nem, ha nem is az eszemet játszottam, de erre igyekeztem eléggé, hogy kicsit olyan nagyképűen viselkedni. Nagyképű volt. Biztos. Hát erre hogy akkor én ezt egy kicsit jobban tudom, már sok orvos lett. Nem volt balhés gyerek, ugye? Voltak azért balhék, amikre az ember úgy, persze világos, mondjuk 40 évvel később, mondjuk ez már aranyanekdótává szelidül, mondjuk egy szalagolatón történő pocsőrészegre való italozástól kezdve. Az hányással járt? De az mindennel járt együtt, az nem csak hányát, az valami rettenetes állapotban, de... Bocsánatot is kellett kérni szülőktől, tanároktól? Én nagyon érdekes, de anyám ezt tök jól kezelte, ezt az egész dolgot. Szóval nem eltiltás volt ebből, hogy akkor most akkor egy hónapig úgy nem, és anyám csak annyit mondott, hogy ugye tudod, fiam, hogy ez nem volt helyes, de szerintem ismerni fogod a kereteidet, és ennyi. És nem azt mondom, hogy azóta nem volt egyszer-egyszer. De azt az ember ilyenkor az a saját kárán tanulja meg, hogy részegnek lenni, az nem túl jó, ráadásul másnaposnak lenni, na az meg a létező legszarabb dolog a világon. De csinált vállalhatatlan dolgot ekkora szalagavatókor? Hát nem tudom. Ja, hogy ennyire? Hát nem tudom. Szóval ez pont hasonló volt, azt tudom, amikor gyógyszertanból leszigorlatoztunk, akkor is ott van verekedés is volt, meg az akkumulja leszakadt. De az első, amit tudom, reggel a Rezsőtéren ébredtem egy pad alatt. Azt tudom, és az első, amit megnéztem, akkor még volt index. Ugye ma már ugye ezt is ugye online intézik, hogy megvan-e az indexem, és ott volt a belső zsebemben. És áll az égnek, hogy megvan. Ezek kellenek egy fiatal ember esetén, még hogyha orvosnak készül is. Én azt gondolom, hogy ezek nem olyan nagyon durva dolgok. Bendegúzzal kapcsolatban is ilyen elnézően jártál? Igen, hasonló szituációba is belekeveredett, amikor ilyen 15 év körüli volt, hogy akkor a haverokkal kicsit többet fogyasztottak ugye a kelleténél, és amit én hihetetlen módon becsülök a fiamba, hogy ő fölhívott engem telefonon akkor, és megmondta, hogy akkor el tudok eljönni értük.
És akkor ott négy részek kamasz gyerek üldögélt az autóba, abban az egyik össze is okátta az autót, című történet. Erről mit mondott? Hát gyerekek, majd kitakarítjátok. És aztán kitakarították, ez nem volt gond, csak másnap én ezzel az összeállt autóval mentem dolgozni. És így elképzelhető, amikor az egész nap kínált a napon. Hogy utána majd beleülni ebbe az autóba. Jézusom. Az milyen? Ez ilyen nyári időszak, ilyen iskola vége előtt mondjuk 3 nappal volt ez az egész történet. De én azt gondolom, hogy ha ez előfordul, akkor előfordul. Szóval ettől a világ nem fog összedőlni. Meg az nagyon érdekes volt például, most tudom, 16 éves forma volt a gyerek, és nem voltunk Sopronba egy fesztiválon, a Volton, és én ott tartottam egy előadást, és még a zenei program és az előadás között volt, mit tudom én, egy 2-2,5 óra. És ott volt a fiam is, meg talán 2-3 haverja, de mondom, 16-17 évesek voltak, nem voltak még nagykorúak, és akkor ott beültünk a borfaluba, és akkor a fiúk azok fröccsöt ittak, ilyen ugye alkoholmentes sört, mert én este jöttem vissza, ők lemaradtak. És hogy ebből ezt úgy megszólták, és akkor mondtak, hogy az Aher itatja a gyerekét, 16-17 éves gyereket, hogy alkoholt ad neki, és micsoda dolog, egy toxikológus, meg a példamutatás, meg ez az, és tök jól elbeszélgettünk ott 2,5 órán keresztül, és a gyerekek megittak 2 fröccsöt. Ami szerintem akkor is megitták volna, ha én nem vagyok ott. Ráadásul ez így nekik jobban is jött ki, mert ugye én voltam a szponzor, ugye a teljes csapatnak, és ebben szerintem semmi kivetni való az ég a világon. Nem. Ez nem arról szól, hogy akkor gyerünk, akkor legyél alkoholista című történet. Hát ugye mi külön élünk teljes mértékig, és ugye amikor én elköltöztem otthonról, akkor a gyerek 18 éves volt, és ettől még vannak közös programjaink, eljárunk sörözni, beszélgetni, amíg ugye a járvány előtti időszakig minden évben elmentünk valahova 4-5 napra külföldre. Kettesben? Abszolút, elmentünk. Angliába de a vállás voltunk. Sem okozott némi távolságtartást? De ez biztosan okozott, azt láttam is rajta, de hát most ez nem olyan, hogy hát akkor elváltok, hello. Szóval nem, ez egy tök normális dolog, hogy ez azért kellett legalább egy másfél-két év után, amíg itt azért egy kicsit úgy össze tudtunk tulajdonképpen rázódni. De kellett, hogy szokták teperni a fiúk egyeiért? Vagy ez úgy megoldódott magától? Ez úgy szerintem az idő az sok mindenre tudott megoldást kínálni. Úgyhogy ez egy... És szerintem tök jóba vagyunk mind a mai napig, és hát most már 26 éves, úgyhogy most felnőtt ember éri az életét, dolgozik egy mérnöki irodába, építésztervezőként, útként külföldön tervezik is ugye a barátnőjével, hogy mennek ki külföldre dolgozni, ami szerintem fontos. Nem fél attól, hogy esetleg majd ott fog letelepedni? Nézze, amikor például kim volt Hollandiába, ugye reggel beültem az autóba, kimentem a repülőtérre, kis kézi csomagommal besétáltam, fölültem a repülőre, leszálltam, fölültem a vonatra, 25 perc alatt leszálltam náluk. Gyakorlatilag 5-5,5 óra alatt odaértem háztól házig. Ha Európán belül van, ez nem gond alapvetően. Ez annyi, mint hogyha, mit tudom, Sopronban az ember elindulna, és mondjuk elmenne Nyíregyházára. Időbe körülbelül ugyanannyi. Szóval azt gondolom, hogyha Európán, meg ők, az ő korosztályuk, az világfi. Szóval az tényleg, azt mondta nekem a fiam, hogy tulajdonképpen tök mindegy, hogy ő idézőben reggel hol ébredt föl. Részben beszél két nyelvet, ami szerintem ma már egy alapelvárás, ugye ebbe, és akkor meg van ugye háttere, mármint nem anyagilag, hanem ott van a diplomája, mivel tud mit kezdeni, és azt mondja, ott a mobiltelefon, nézek valami kávézót, bemegyek, elkezdek beszélgetni, valószínűleg hamar lenne szállás is, talán munkát is tudna hamar szerezni. Szóval ők már ebből a szempontból ez a korosztály ennyire rugalmas, szóval mi nem. Abszolút. Én egy rökösködött ember vagyok ebből a szempontból. No, nézzünk egy következő témát. Megyünk. Rossz kor, rossz helyen. A rossz kor, rossz helyen 1973. március 15-ére után, amikor ön belekeveredett egy tüntetésbe. Open, hát igen, régi forradalmi családból származom, és ugye, de túró, tehát tök véletlen volt ez az egész, semmi tudatosság ebben nem volt. Ugye akkor azért volt a Petőfi szobornál elég nagy ellenzéki tüntetés, és hát ugye jöttem az a Deák téri általános iskolából, mint vidám úttörő. Ugye ünnepség volt, 2367-es Vasvári Pál úttörőcsapat, taradam, 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 ászlónak tiszteleg, és akkor ide Petőfi, stb. 3 tavasz ünnepelt,
kettőn sem emlékszik már nagyon. Ugye ezekre a dolgokra, de az ellenzék az tüntetett kint ugye a Petőfi szobornál, ugye ott a március 15-e téren, és hát az akkori Lásd Besúgó című film, nem tudom, hogy látta-e, ugye nem akarom itt elszpoilerezni, de hát ugye ott is ugye rendőrök, lovasrendőrök kardlapozzák a népet, szorítják be őket ugye a Váci utca, Petőfi Sándor utca, Városház utca irányába, és hát ugye én a Petőfi Sándor utcából jövök haza, ugye a Petőfi Sándor utcából jövök haza a Deák téről, és ugye a Párizs udvarnak, ugye annak a szép nagy kapujának ugye van egy baromi nagy vasrács, amit ugye esténként is mindig leengedtek, és van egy kis kapu, amin ugye egy ember tud beférni, hát ez egy tök normális dolog, és nem tudtam, hogy miért, hova szalad ez a rengeteg ember, miért vannak itt, és így tovább, és így tovább, és akkor tényleg jöttek a rendőrök, és még az utolsó pillanatban, mielőtt berántott volna, ugye akkor volt még portás ugye ott a házba, Müller Laci, akkor a rendőr kardlapa rávágott a vállamra, és eltört a kulcsontja. El is tört a kulcsontja. És igazániból, megmondom őszintén, nem tudtam, hogy ez miről szól. Ugye addig a Burok című történetről szólt a dolog. Meg volt. Az, hogy most úttörő, hát mint mi hátulütőjét láttam én annak, hogy úttörő vagyok. Hát semmi, hát tök jó volt táborba járni, nem? Jártunk március 21-én, ugye tanácsköztársaság kikiáltása, akkor ott honvédelmi nap, hajítottuk a gránátot, kispuskával célba lőttünk, ezek tök jó dolgok. De valamit okozott a világhoz való viszonyában? Igen, mert akkor egy csomó mindent elmondtak nekem anyámék. Én addig például nem tudtam arról, hogy apámat 53-ban elvitték. Mi miatt? Erről sosem beszélt igazándiból, hogy beívták annak idején rendőrnek, és amikor Rajk lent a déli határon ugye a Titóval tárgyalt, akkor apám orvos volt, ugye rendőrorvos volt, akkor ők biztosították ugye Rajknak ugye ott az ottani tárgyalásának a biztonságát, és onnan a tisztikar egy részét elvitték. És akkor éjjel 3-kor jöttek érte, és 3 hónapul visszajött. Azt se tudta anyám, hogy hol van, merre van, mi történik vele. És ez az, amiről nem is nagyon beszélt apám soha. Édesanyja se tudja, hogy mi történt? Nem. Nem, senkinek nem mondta. Tipje sincs? Nem tudom. Nem tudom. És ott például ezt elmondták, elmesélték 56-ot. Ugye 56-ban édesapám bent a Zrínyi utcában ott volt a rendelő. És ugye amikor a parlament előtt volt a tömeggyilkosság, akkor ők valahogy kisodrottak oda a parlament elé a tömeggel. És őket a 8-as kapun a tömeg benyomta a parlamentbe. És anyám többször is mesélte, sose láttam a képet, de olyan, mint egy fekete-fehér képen látnám magam előtt. Ugye a Hold utcai piac, az ugye ott volt 2 utcával, ugye az a belvárosi piac volt, és hogy az mondja, hogy feküdt egy ember a lépcsőn, fejjel lefelé, kezében még a szatyor, és a krumplik így ott voltak mellette szétgurulva, és ott volt meghalva. És akkor meséltek nekem tulajdonképpen ilyen dolgokról előtte, hogy azért itt most mi beélünk, hogy élünk, mi is az a szocializmus. Egy korábbi beszélgetésünk során ön elmondta, hogy 2-szer is megkínálták önt miniszteri pozícióval. Igen. Ez bármikor is olyan értelemben mérlegelés tárgya volt, hogy a színezet számított önnek, hogy mely kormányba szerették volna önt egészségügyi miniszternek látni? Igazándiból jött innen is, onnan is. Mindkét oldalról. Jött innen is, onnan is megkeresés. Elmondja, hogy mikor? Valamikor ott az első Fidesz kormány idejében volt az első. Tehát 2002 előtt? Igen. És az azt követő választásokon volt ugye a következő, amikor voltak ilyen jellegű célzások. Hát nem így, hogy itt leütünk egymáshoz szembe, és azt mondták, hogy na, Zajr elvtárs. Akkor. Hogy néz ki az ilyen a gyakorlatban? Ki célozgat önnek erre? Hogy beszélgetés kapcsán elhangzik, hogy esetleg lenne-e kedve-e című történet esetleg így fogalmazni. Erre ön? Nem. Egyből? Nem. Mert ugye ez miről szól? Ez szól egy öltönyös nyakkendős világról, amikor pontosan azt a dolgot nem csináltam, amit igazándiból szeretek. Mert most azért olyan hülyé vennék ki magát, most valljuk be őszintén, hogy azt mondja az illető, hogy ő mondjuk legyen csak mondjuk egy államtitkár, és akkor mit tudom én, minden szerdán éjszaka ügyeletes vagyok a itt sürgősségi osztályon. Nem? Az olyan
furi. Részben ideje se lenne rá az embernek, mert ugye ez nem arról szól, hogy akkor másnap reggel menni kell megbeszélni, tárgyalni, csak az ember tőle, csak a... Habár látni időnként ugye a parlamentben ilyen figurákat, akik csendesen ugye ott elnyúnyukálnak. De a rang, a dicsfény. Ah, milyen dicsfény? Milyen dicsfény? Hát politikusnak lenni? Hát legalábbis egy ágazatot vezetni, az első számú egészségügyi szakembert. Lehet, de én erre sose vágytam. Hogy akkor, ötönnyakkendős történetbe üldögéljek, tárgyaljak. Nem beszélve esetleg arról, hogy az ember nem tudja azt, hogy mekkora függetlensége lehet. Már egy miniszterelnöktől, és most tök mindegy, hogy ez a miniszterelnök narancssárga, kék, piros, zöld, vagy bármilyen dolog. Én is úgy értettem, hogy akkor még, emlékeim szerint, az egészségügyi ágazatnak egy önálló minisztérium volt. Tehát azért az egész így más van. Mikor... Persze, mint egy államtitkárság lett ugye egy másik gigaminisztériumon belül. Így van. Így van. Megmondom őszintén, hogy nem, meg utána, most ha mondjuk 4 év után az ember nem kerül be, vagy nem ő nyer, nem hosszabbítják meg, akkor megint kopogtat, hogy hello, jöttem vissza. Dolgoznék című történet. Szerintem ez így nem. És én ezt mondom, de szerintem a leginkább az, hogy nem azt tudnám csinálni, amihez igazán értek. És meg amit szeret. Hát hogyne. Meg amit szeretek. Persze. No, nézzünk egy következő témát. Megkerülve? Megkerülve egy történetre utal, amikor is egy kigyó marás, vagy kigyó mérget elszenvedő ember miatt vámos kapcsolatokat segítségül hívva Ausztriából tudták behozni. Bocsánat, becsempészni. Becsempészni. Persze. Becsempészni. Abszolút. Amit is pontosan? Ellenanyagot. Az ellenanyagot. Igen, ez egy Magyarországon illegálisan tartott csörgőkígyó, dél-amerikai csörgőkígyó volt. Hát ugye vannak ilyen herpetológusok, akik értenek, kevésbé értenek. És ugye a kígyó az nem olyan, az nem az, a csörgőkígyó nem azért rázza a farkát, mert örül. Szóval az a kutya, az más. Ez teljesen más történet. És ez bizony, ez megvolt ez a dolog. És megmarta, bekerült a kórházba, és hát nem volt ellenanyag. Egyáltalán nem volt ellenanyag. Már Magyarországon. Magyarországon nem volt. A Bécsi állatkertben volt ellenanyag. És akkor Budaörsön laktunk, és talán vagy abban a házban, vagy azt, de inkább azt hiszem talán abban a házban lakott az akkori egészségügyi minisztériumi államtitkár, a Keller. MSZP-s. MSZP. Keller László. Keller László, így van. És én valahogy, és teljesen véletlenül, amikor mentem be a kórházba, összefutottam vele, és mondtam, hogy azon kívül, hogy jó napot, soha az életben semmit nem beszéltünk. De hát ugye most egy ilyen szituációban ott áll előttem egy egészségügyi döntéshozatél figura, én ott fogok állni egy olyan szituációval szemben, ahol én magam nem fogok tudni egyről a kettőre lépni, úgyhogy mondtam neki, hogy mondom, államtitkár úr, bocsánat, hogy zavarom, mondom, ebbe és ebbe szeretnénk tulajdonképpen segítséget kérni. Ez nagyon jó, azt mondja, hát mehet, és tényleg azt kell mondjam, hogy tök rendes volt, de hát ugye ez nem egy politikai kérdés volt, ez egy szakmai kérdés volt, és egy ilyenre azért, hogyha valaki azt mondja, hogy nem engedélyezem, megmarta a saját kész, hát akkor majd szenvedjen meg vele című történet, és aztán ez úgy gyűrűzött tovább ez az egész dolog, hogy a rádiónak a bécsi tudósítője is valahogy erről értesült, aki fölhívott engem telefonon, hogy tud-e ő esetleg valamit ebben segíteni. Mert kiderült ugye, hogyha mi most elkezdünk vadászni kvázi ellenanyag után, az nem olyan, hogy akkor itt van azonnal, és akkor behozatjuk. És aztán végül is az volt, hogy a Rádió Bécsi tudósítója felhívta a Schönbrunni állatkertnek az igazgatóját. Ez mondjuk este 11-kor volt. A Schönbrunni állatkert igazgatója azt mondta, hogy nem ő a célszemély, hanem a kígyóháznak a vezetője, akit szintén fölhívott, aki éjjel beült az autójába, kiment az állatkertbe, kinyitotta a frizsidárt, és a Szelestyei Lászlónak odaadott X ampulla ellenanyagot, aki ezt elhozta a határra, és átjött vele a határon. Úgyhogy tudott róla tulajdonképpen a határőrség, meg a vám és pénzügyőrség, de senki nem szólt, magyarán szólt, becsempészte a gyógyszert az országba, amit a magyar oldalon már várt egy mentőautó, amit ugye a Keller úr segített elintézni, ami aztán eljutott ugye a Péterfibe. Ha ő nem találkozik akkor Kellerrel, akkor valószínű meghal ez az ember. Hát
igen, az esélye nagyobb lett volna arra, hogy ez meghalljon. De látja, hogy milyen nagyon-nagyon sokszor a véletlenül és a szerencsém múlnak egészen apró dolgok. Ami jelenleg persze nem egy apró dolog, mert egy ember élete volt. Ha ember életről van szó, akkor a törvényt is megszabad és meg kell kerülni? Ez jó mondat, mert ezt akkor felhasználható ön ellen, saját maga ellen ne valljon az ember. Én úgy gondolom, hogy akkor neki kell menni a falnak is egy ilyen szituációba. A rébuszokba beszélve, csak hogy nehogy bajon legyen belőle, de volt már hasonló eset, amikor mondjuk úgy, hogy az ember megkereste a kiskaput, hisz sokkal nagyobb érdek fűződött igen, hozzá. Igen, abszolút volt ilyen. Az illető ilyenkor tudja? Szerintem nem rátartozik a dolog, hogy hogy jut el az a gyógyszer esetleg hozzá, vagy az a lehetőség, hogy ő akkor meggyógyuljon. De ha a szakember kockáztat sok mindent a betegéért, nincs benne annyi, hogy utána elmondja, hogy ennyi nem. múlt az élete? Nem. És én mit kockáztattam? Azt szerintem visszajel, és akkor azt mondja, hogy figyeljen, hát ha én ott akkor nem futok, meg nem csinálom, mert akkor maga már régen gyakorlatilag ott van farkasréten, és a családot tördi le a kezét, hogy miért mentél el című történet. Szó nincs róla. Ez a munkánk szerintem is. És ebből a szempontból az ember élet az tényleg egy number van, és mindent el kell követni egy ellenanyag beszerzésében. Szóval voltak itt azért ilyen idézőjelben ilyen történetek, például botulizmus ellenanyagot is, amikor beszereztük, megmondom őszintén, nem mondtam meg a kórházigazgatónak, hogy nem fog sokba kerülni 4000 euró. Na de ez annak idején mondjuk 15 éve. És akkor megjött a számla, akkor csörgött a telefon. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, ezt már beadtuk. Ezzel nem lehet visszaküldeni, ezt már beadtuk, és a beteg meggyógyult. De hát, mondtam, oké. Na, szóval voltak ilyenek. Ön tudta, hogy ennyibe kerül? Igen. És vezetőként ilyenkor mit mondott? Fordított esetben, tehát amikor ön volt, akinek le kellett cseszni az adott orvos, vagy nem is cseszte le? Amikor osztályvezető volt. Nem én csesztem volna le. Ezek a dolgok, ezek mindig rajtam keresztül mentek, és én alapvetően, amikor ilyen stiklik voltak, vagy ilyen dolgokba kellett egy kicsit mondjuk jobban lavírozni, akkor ez mindig az én feladatom. Én ezt nem oszthatom le, mondjuk egy beosztottamra, ez az én felelősségem, és ezt nekem kellett ezeket végigcsinálni. De ön ezeket élvezi, látom erre. Hát igen, ebben vannak tényleg jók, mikor, mit tudom én, ilyen ciánmérgezés elleni antidótumot szereztünk be, és ugye azt már nem lehetett sehol sem megkapni, csak mondjuk szexshopban lehetett vásárolni ilyen anyagot, amelyek tudja, ott a szexshopban nem azért használják, hogyha netán valaki szex közben ciánmérgezést kap, hanem ennek a vegyületnek van másféle hatása is, ugye ilyen bódító hatása, és akkor én elmentem szexshopba vásárolni ilyen határozott szándékával. Ennek határozott szándékával, és akkor ugye el tudja képzelni, amikor az ember belép a szexshopba, akkor már mondjuk, ismert volt? Akkor már azért igen. És hát bevallom, hogy soha az életemben nem jártam még szexshopba. És akkor bementem, hogy egy fasziót pakolgatott, mint egy dobozból ki, ezt, azt, amazt, ott a rakosgatott. Én ott állok ott, mint a tojógalamb, ott az izénél, mondom, fölnéz, így rám néz, mondja, jó napot, doktor úr. Hát ezt nem lehet kimagyarázni, és én nem, hogy ne, én nem azért akartam, én azért akarom, hogy ez ciánmérpercsi, hogy ne, ez a faszíten mondja a dolgot, és ráadásul még áfásszámlát is kértem a cuccról, ugye a kórház részére. Ami viszont érdekes volt, mert amikor átküldtem az áfásszámlát, és ugye nem az volt rá, hogy vibrátor Kft. Szóval a cégből nem lehetett következtetni, hogy itt ez most éppen mit építkezésre, amit kisvakon BT, hát bármi lehet. És akkor főjövő a gazdasági igazgató azzal, hogy te azt mondja, megkaptam a számládat. Azt mondja, ez nem egy szexshop. Mondom, te ezt honnan tudod? Azt mondja, semmi gond, kifizetem. Úgyhogy valószínűleg ő tudta. Lehet, hogy vásárló volt ugye ebbe a történetben. Szóval voltak azért ilyen stikedlik. No, nézzünk egy következőt. Fentről. A fentről úgy általában a közvélekedés kapcsán jutott eszembe, hogy azt szokták mondani, hogy szinte minden orvosnak van Isten tudata. Ön, ha egészen őszintén végignéz a pályáján, nem kapta magát ilyenen soha? Akár csak pályája elején is. Nem az Isten tudat, hanem az, hogy megcsináltuk. És ez azért például mondjuk akár a sürgősségi osztályon, akár például a mentőknél is. Szóval azért az, amikor mondjuk
Tegnap reggel is összeszedtük a villamos gázoltat az Orci úton, és ott volt, és tényleg szar állapotban volt, és egész jó állapotban vittük be a kórházba, és adtuk át ugye a sürgősségi osztályon. Akkor arra az ember, hogy azt mondja, hogy ez fasza volt. Ez. Nagy király vagyok, Gábor? Igen. Ezt így megveregeti magán, és ez nagyon jó, mert ezért érdemes csinálni. És nem azért, amikor bejön valaki a sürgősségi osztály, azt mondja, hogy 4 hete fáj a bal herém. Én most erre jártam, mert végeztem a munkával, és itt voltam a villamoson, és láttam, hogy itt ki van írva egy kórház. Nézzék már meg a bal herémet, hogy mi van vele, című történet. Na azután az ember nem azt mondja, hogy fasza vagy. Szóval azért ezek a dolgok azok, amelyek szerintem kellő muníciót adnak. És ha nem is az ember azt mondja, hogy Istennek gondolja saját magát, de azt mondja, hogy aha, na ezért érdemes csinálni. Ez járt, vagy jár időnként elbizakodottsággal, fölénnyel? Nem járhat. Nem járhat, de időnként jár. Nem járhat. Mégis. Nem, miután mindig levezetünk. Jelen esetben ez mindig az szokott lenni, és most remélem ebből nem lesz gond, ha ezt elmondom, de semmilyen extra dolog nincsen, hogy például mondjuk átadjuk a beteget a Honvéd kórházba, ugye, és akkor utána a Váci úton a Frey Caféba beülünk, és akkor meghívom a fiúkat egy kávéra. Tegnap ilyen jeges, morzsás, sóskaramellás, mit tudom én, micsoda. Oké. 15 percig nem riasztható az autó, mert még nem jelentkezünk vissza, szánom, bánom, bűnöm, most éppen korbácsolom a hátamat, és akkor leülünk, és akkor megérdemeljük a jól végzett munkajutalmat. Ugyankor az adrenalin is távozik? Aha. És akkor jön a következő történet, és akkor várjuk, hogy mi lesz. És akkor ott ülünk, és akkor röhögünk folyamatosan, beszélgetünk ott tényleg, és akkor ez úgy levezeti ennek az egésznek tulajdonképpen a feszültséget. Mert ott, amikor tényleg arról van szó, hogy ott vagyunk a balesetnél, vagy egy rossz állapotú betegnél, sürgősségi osztályon ugyanez, akkor ott azért ott ilyen, és például mondjuk akik a mentőknél együtt dolgozom azokkal a fiúkkal, ott ilyen félszavak. Szóval félszavak, hogy mennyi, mondom, akkor 200, jó, és tudom, soha nem nézem meg az ampullát, hogy tudom, ő annyit ad. Tudom, hogy ő az abba a fecskendőbe. Ha én azt mondom, hogy 200, akkor 200, ha csak annyit mondok, hogy standard higítás, akkor pontosan tudom, hogy miről van szó. Nem kérem azt, hogy mutasd az ampullát, nézd meg, szóval... Volt már olyan, hogy nem olyat adtak? Nem. Soha? Nem. Nem. De bevallaná, ha lett volna ilyen. Persze, abszolút nem ilyen nem volt. Szóval ezek a fiúk, akikkel én a rohamkocsin együtt dolgozom, nem akarok itt neveket mondani, mert félek, hogy valakit kihagynék. Itt olyan hihetetlen rutin és tapasztalat van már ezeknél a fiúknál, hogy ez egy pillanatig föl nem erő. Szóval így hátra nyúl az ember, odaadják a fecskendőt a kezébe, és azt azzal a lendülettel már teszem a branülbe, és nyomom bele. Mert tudom, hogy mit ad, és tudom, hogy az. Ugyanakkor azt mondja, hogy amikor van egy ilyen nagy, ez szép volt Gábor, nagy király vagy érzés, meg az egész csapatnak, amikor azt érzi legbelül az ember, és ekkor a rutinnal meg szerintem 3 másodpercen belül érzi, hogy most lehet, hogy valamit nem elszúr, de nem a legjobb megoldást választotta. Igen. Akkor mi van? Akkor utána ugyanúgy megbeszéljük. Akkor ezt ugyanúgy levezetjük, hogy itt valamit másképpen kellett volna csinálni. Ugyanez volt például tegnap, ahol egy beteget hamarabb. Én úgy gondoltam, hogy és ezt utólag mondtam, ezt lehet, hogy hamarabb el kellett volna kezdeni lélegeztetni. Ennyi. Idézőben csak ennyi, hát ez a csak ennyi, ez azért... Nem, de túlélte. Nem csak, igen. Igen, de mondtam, hogy lehet, hogy ezt egy, mit tudom, 1/4 órával hamarabb ezt el kellett volna kezdeni, és nem próbálni még valamit, amivel esetleg át tudjuk húzni azon az állapoton, hogy ne kelljen őt elkezdeni lélegeztetni. Ha egy ilyen miatt valaki meghal, akkor ezt meddig cipeli magával? Az úgy benne van az emberbe. Már maga a történet az ott marad. Még fel is tudja idézni az arcát az illetőnek? Az arcát biztos nem. A sorsát, a helyzetet? Azt talán igen. Azt talán úgy megmarad. Hány ilyen van? Nagyon kevés, hál' Istennek. Akinél azért másképpen csináltam volna bizonyos dolgokat. De van. Persze, szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy ilyen nincs az életem. Hogy mindent mindig tökéletesen és precízen oldott meg, hogy ne lett volna esetleg más járható út, más alternatíva. Ilyenkor a pillanat tört része alatt való döntés nem sikerült a legjobban? Biztos, igen. Ilyenkor egymás közt a kollektíva szóvá teszi? Jelzi? Igen. Megbeszéljük. Kéretlenül, vagy csak ha kérdezik?
Nem. Jó, ezek azért, szóval ez nem olyan, hogy akkor, na, akkor most minden nap, akkor itt volt ez, a, ez az öt beteg, akit tegnap elrontottunk. Pista bácsival más kellett volna csinálni. Igen, Pista, nem, azért ha vannak azért ilyenek ott, azt leszoktunk ülni, akár a kórházban is, akár pedig akár a mentőknél is, akkor azt mondja, gyerekek, ezt most beszéljük át, mert itt valami nem stimmelt ebbe a dologba. Szóval valamit rosszul csináltunk. De ilyenkor összezár az orvostársadalom? A hibáink miatt? Igen. Biztos, hogy igen, de a felelősséget vállalni kell. De ön tud olyan orvosról, aki megbűnhődött egy nagyon komoly mulasztásért? Igazságű szakértő vagyok, úgyhogy szakértettem már úgy jó pár ügyet, hogy kiderült a hiba. Mi lett a büntetése az orvosnak? Tólig. Jó, nem életfogytiglan szabadságvesztés, de volt, aki letöltendő börtönbüntetést is kapott. Mit kell elkövetni egy ilyenért? Hát én nem vagyok jogász, én szakértőként. De hogy akkor mi történt pontosan? Szakértőként bírálom le ezt a dolgot. Nem megfelelő gyógyszer, nem megfelelő adagban történő használatának lett mondjuk ilyen következménye. Ez nem, és egyértelműen bizonyított ilyenkor a nem törődömség? Egyértelműen bizonyított volt a hiba. Nem megfelelő gyógyszerválasztás és a nem megfelelő dózisválasztás például. És nem véletlen, az hanem arról volt, hogy kiszámolta, és mit tudom, a tizedesei egy odébb került, és az 1 mg helyett 10 mg-ot kapott az illető, hanem más problémát. De milyen probléma tud figyelmetlenségen felül még előfordulni? Alapvetően, hogy nem vesznek bizonyos gyógyszerkölcsönhatásokat, például számításba ilyenek elő szoktak általában fordulni. Az már bűnnek számít egy orvos esetben? Hát ha egyértelműen ebből egészségkárosodás lehet, akkor lehet feljelentést tenni. Ez ügyben is igenis szoktak is feljelentést tenni. Ugye azt mondta, hogy a magyar orvostársadalom a leggázabb a világon. Volt egy nagyon hangzatos mondata korábban. Mire gondolt? Nem tudom. Alapvetően, és ez nem a szakmai színvonal, szó nincs róla. Nem tudunk kiállni például egymás érdekeiért. Szóval Magyarországon ez a szolidaritás című történet, ez nem működik. Hogy együtt. Most gondoljon bele, amikor itt mit tudom én tüntet, de ez nem csak az orvosokra, ez jellemző másokra is. Például a pedagógusokra elmennek 2-3-4 ezeren egy tüntetésre, mert akarnak valamit elérni. El lehet annyian érni? Igen, egy 10 000 lakosú országba elmegy 5 000 ember, ott már igen. És nézze meg például a cseheket, hogy annak idején Letnányiba, ugye ott a Stones koncert is volt, ugye a Füves repülőtéren, Prága mellett, 250 000 mentek el tüntetni, és tudtak elérni bármit is. Magyarországon nem képes arra. Miért nem? Nem tudom, mert ilyenek vagyunk. Ön az a típus, aki kollektíván belül is mondogatja, hogy gyerekek, nem lehet ilyen beszarinak lenni, álljunk ki magunkért. Nem azt mondom, hogy bújtogatta korábban a szaktársait. Nem, soha nem bújtogattam, de azt gondolom, hogy kiálltunk. Mi például a Honvéd kórházból kifejezetten kiálltunk magunkért. Legalábbis mondjuk, jó, oké, én kiálltam, és utána kiálltak értem a kollégáim. Amikor ön fölmondott. Igen. Hogy mondták, hogy ők is elmennek. Az jól esett önnek? Hát persze, hogy jó. Hát most hülye, most erre ez egy jó kérdés volt. Nem esett jól, ez nagyon szar volt, hogy ezt nem mondták. Úgy értem, hanem hogy volt annyira rafinált, hogy tudta azt, hogy nem. Azért én most fölállok, jönnek ők is? Nem. Én ezt mondjuk nagyon szerintem egy nappal előtte döntöttem el, hogy másnap ezen a vezető értekezleten, ezen a pénteki napon föl fogok mondani. Mi történt? Egy nappal előtte. Ja semmi, ja nem az, hogy akkor most egy nappal előtte, mit tudom én, valami, nem úsz, hát az már érlelődött ezért ez a történet, meg előtte is volt. De nem volt egy utolsó csepp? Nem, de úgy döntött, úgy azt mondtam, hogy nem, ezt így már nem lehet tovább csinálni, pont. Szóval nem volt az, hogy most akkor betelt a pohár, és kicsit túlcsordult. Volt olyan kollégája, aki felállt ön után szolidaritásból, és nem számított rá, és olyan is, akire számított volna, és nem állt föl? Azok álltak fel, akikre számítottam, de mondjuk nálunk megvolt ez a szakorvosi gárda, az a mondjuk 35 és mondjuk 45 közötti szakorvosi gárda, aki ebből a szempontból heten összezártak. És az tök jó volt. És egy is jöttek, tehát... Nem, hát részben volt, aki már eljött azóta, de ott abban a szituációban alapvetően ők tök jól összezártak, és el is tudtak érni egy csomó dolgot. Ön tudta azt, hogy hova jön?
Már akkor, most ide? Akkor. Ja, azt hittem ide. Igen. Akkor, tehát hogy a semmibe ugrott, vagy ennyi idő után bemeri mallani, hogy azért már volt sejtése, hogy nekem lesz helyem, és oda el tudok menni. Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy valahol lesz helyem, mint hogy gyakorlatilag, mikor ez kikerült a sajtóba, én nagyon sok ajánlatot kaptam sürgősségi osztályokról, megyei kórház sürgősségi osztályról, magánegészségügyből, hogy menjek. És aztán kvázi a barátom hívószavára mentem le 60-ba. Ugye Ákos barátom, Sarnyi Ákos, aki ott osztályvezető főorvos lett, ő fölhívott telefonon, az már akkor egy kicsit később volt, és azt mondta, hogy te figyelj főnök, azt mondja, szarba vagyunk, tudsz jönni? Mondom, holnap? Azt mondja, oké, ennyi. Főnöknek mind a mai napig. Te miért? Hát mert megszokta, így hívott éveken keresztül. Mai napig, noha ő a főnök. Noha ő a főnök, így van. Főnöknek így van. És ezt imádom ezekbe a fiúkban, meg például az orvosigazgató, ő is a beosztottam volt, ugye Szedlák Miki barátom, hogy egy hihetetlen kultúráltan tudják ezt a történetet kezelni. Már melyik részét? Azt a részét, hogy ugye én 5 évig a főnökük voltam, és akkor gyakorlatilag most mind a ketten az én főnökeim lettek. Én egy egyszerű, beosztott, sürgősségi orvos vagyok. Hogy lehetne ezt nem kultúráltan kezelni? Tehát mire ért, mit ért az alatt, hogy itt azt, ez nincs? Most ezek olyan talán olyan hülye dolog, de például mondjuk, amikor mondjuk egy munkabeosztás készül, akkor én leírom, hogy én mikor szeretnék dolgozni, leírom azokat a napokat. És ugye, ha bár ugye alkalmazott vagyok, ami azt jelenti, hogy engem szabadon lehetne például sakkozni, és azt mondani, hogy akkor dolgozzál, ugye amennyi órát ugye le kell dolgoznom, de megvan az a idézőben előnyöm, hogy én azt mondom, hogy ekkor szeretnék dolgozni, és ezt abszolút mértékig respektál. Ugyanez van az OMSZ-nál is. És én leírom, én hétfőnként szoktam általában ugye kocsizni, és akkor én hétfőn kocsizom, pont. Nem szül ez bent bármilyen rossz érzést a kollégáiban? Hogy ön ilyen kiváltságos? Én azt gondolom, hogy talán nem. Részben azért, mert mondjuk a mentőknél is azért az én korosztályomban viszonylag, nagyon-nagyon-nagyon kevesen ülnek mentőautón. Szóval azért már ennek a néhány vén majomnak hagyd legyen már meg annyi kiváltsága, hogy aki már azért 40 éve ott ül azon a 4 keréken például, és mondjuk hasonló idő óta a sürgősségi ellátásban dolgozik, hogy ilyenfajta idézőben kiváltságaik hadd legyenek. Hát akkor azt kívánom, hogy legyen nagyon sokára ez a sakkozás a téren, az unokával, és mentőzően sokáig. Nagyon köszönöm. Én köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Most elmegyünk egy kis nyári szünetre, de ősszel ugyanilyen körülmények között folytatódik a Szavakon túl. Pihenjenek egy nagyot, élvezzék a nyarat, és innen folytatjuk szeptemberben. Minden jót kívánok.